Csak vasárnap 10 kis teherautó indult el Székesfehérvárról Tiszabecsre. A határ átkelőnél a hétvégén mintegy 15-16 ezeren érkeztek Ukrajnából. A menekültek számára gyűjtöttek adományokat Fehérváron. A gyűjtést Völgyi Szabolcs és Juhász László koordinálta. Rengeteget segítettek a fehérváriak. Körülbelül 1500 ember van kint, akik a Tisza hídon állnak és várják azt, hogy beengedik őket. Ez pedig már Tiszabecs, rengeteg gyermek, anyuka és idős érkezik a nap 24 órájában. Lőrinc Gusztáv polgármester mutatja a helyi állapotokat. Sokan egy táskával jönnek, mindent hátrahagyva maguk után. Szükségünk van ugye már még jelen pillanatban is a élelmiszerek közül a tartós élelmiszerekre. Szükségünk van a tartós élelmiszereken belül a nehéz árura, cukorra, ilyen egyéb dolgokra. Szükségünk van a szendvicsek készítéséhez, szalámira, vajra, ezekre a dolgokra. Látja, nagyon sok gyerek is érkezik ide, baby ételekre, tápszerekre, popsitörlőre, popsikenősre, pelenkára, ilyen dolgokra, ásványvízre, bármit, amit hoznak, takarók, gyógyszerek, amik kellenek, ezek mind nagyon fontos dolgok és nagy segítség. Idősek, fiatalok egyaránt jönnek, egész életüket hátrahagyták, hogy meneküljenek a háború elől. 81 éves ez az idős ukrán asszony, aki vasárnap érkezett Tiszabecsre. Lányaihoz megy, akik Csehországban élnek, Tiszabecsen várta meg az érkezésüket. Egy dologban volt biztos, hogy el kell indulnia Ukrajnából. A baptista szeretett szolgálat is a helyszínre érkezett, a pákozdi központból is rengeteg adományt hoztak, de folyamatos a felajánlás az emberek és a civil szervezetek részéről. Elég nagy emberáradat jön itt a határon keresztül többségében gyalogosan. Ugye itt az egynapos vagy kétnapos szállásolás itt a környéken településein, akár ott a településen is ugye megoldottnak látjuk, és nagyon sok adomány is érkezik. Itt inkább a szervezési munka az, ami azt gondoljuk, hogy fontos lesz, az, hogyha egy-két napig itt valaki van szállásolva, akkor azt hova vigyük tovább, ki az, akinek szüksége van segítségre, ki az, akiért jönnek. A környékbeli településeken folyamatosan fogadják a menekülteket Ukrajnából. Egy rakományt Tisza kóródra vittünk Fehérvárról, hiszen a tornateremben még nem lehet tudni, hányan lelnek idéglenes szállásra. Körülbelül olyan 100-120 ember tudunk elszállásolni. Nem tudjuk ugye, hogy most ez átmeneti leg kell nekik egy-két napig, vagy ugye több idő ideig, mert ugye nagyon sokan vannak, akik nem tudnak hová menni. És most jelen pillanatban egy hattagú család van, a tornateremben most érkeznek ugye akik átjönnek Ukrajnából. Hát, hogy mire számítunk, rengetegen jönnek át. Mária két gyermekével és testvéreivel vasárnap reggel gyalog indult el Magyarországra. Meglássunk, mi lesz, nem tudom. Egyja. Már úgy indultunk ide, hogy nem tudjunk, hogy hova menjünk. Mert azt mondták, ha ide eljövünk, segítnek nekünk. Az első menekültek már megérkeztek Fehérvárra. Varga Tamás Székesfehérvár országgyűlési képviselője hangsúlyozta, hogy Magyarország érdeke, hogy ebből a háborúból kimaradjon, ugyanakkor mindenfajta humanitárius segítséget megad az ország az Ukrajnából érkező menekülteknek. Székesfehérvár is megnyit egy adományszámlát a már meglévő adományszámlák mellett, és arra szeretnénk kérni a fehérváriakat, hogy segítsék ezt. Természetesen, mint országgyűlési képviselő, Fehérvár országgyűlési képviselője, nem csak kérek, hanem én magam 500 000 forint adományt fogok erre a számlára eljuttatni, amint ezen a héten megnyílik. Fehérváron jelentős számú ukrán állampolgár él és dolgozik, már csak ezért is kötelessége a városnak, hogy segítse a bajba jutottakat, mondta a polgármester. Legalább az első hetek ellátását kell biztosítani a szociális szektornak. Úgy járunk el helyesen, ha nekünk megpróbálunk mindent biztosítani ahhoz, hogy ez az amúgy is óriási lelki megrázkoztatás, ami őket érte, a tekintetben itt legalább a biztonságot érezzék és érezzék a törődést a közösség részéről. Ezért már a város felül olvashatók azok az intézkedések, amiket megtettünk. Ezen belül kiemelném azt, hogy egy városi adományszámla áll rendelkezésre azoknak, akik pénzügyi támogatást szeretnének felajánlani. Egyébként maga a város is azonnali intézkedésként 25 millió forintot ehhez biztosított.
A szállás kapacitást is felmérte a város. Cserpakovics András elmondta, hogy minden tárgyi felajánlást az Irányi Dániel utca 4 szám alatti Alba Bástya család segítőnél várnak. Jellemzően tartós élelmiszereket, higiéniai cikkeket, pelenkát, bébi ételeket és olyan élelmiszereket várunk, amit tudunk tárolni és továbbítani tudjuk, akár azonnal, akár pedig rövid időn belül azoknak, akik rászorulnak erre. A polgármester azt is elmondta, hogy kezdeményezte a Védelmi Bizottság összehívását. Emellett elindították az egyeztetéseket az állami szervekkel, néhány javaslatot is megfogalmaztak a kormány számára Varga Tamás államtitkár közvetítésével.